Elöntött utcák, tengelyig érő víz, csónakkal közlekedő emberek. Ezek a fotók az 1965-ös szombathelyi árvízről tanúskodnak. A hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék hatására egyszerre lépett ki a medréből az Aranypatak, a Perint és a Gyöngyös, elárasztva a várost. Ezután vízügyi tanulmánytervek születtek a lakott területek megóvására. A 2010-ben átadott Lukácsházi tározó a gyöngyösmenti települések mintegy 25 ezer lakójának életét tette biztonságosabbá. Az Aranypatak melletti területek azonban jelenleg is árvíz által veszélyeztetettek. Erre nyújt megoldást a Dozmati tározó, amelynek tervezési munkái a támogatási szerződés aláírását követően augusztusban elkezdődtek. A tavalyi esztendőben a Modern Városok program keretében egyeztünk meg miniszterelnök úrral abban, hogy a program keretében ugyan nem látványos, de Szombathely biztonsága szempontjából nagyon fontos beruházást is megteszünk, ez pedig a Dozmati víztározó megépítése lesz. Hende Csaba országgyűlési képviselő azt mondta, a Modern Városok programról szóló konzultációban jelezték, hogy Szombathely és környéke számára kiemelt fontosságú ez a beruházás, ami több mint 50 év után meg is valósul. Elkészül egy völgyzárógát, és képződik egy több mint 7 hektáros állandó vízfelületű tó, amely később rekreációs övezetté válhat. A völgyet egy 400 méter hosszú völgyzárógáttal lezárjuk, ennek a völgyzárógátnak a legnagyobb magassága majdnem 8 méter lesz. Ebbe a völgyzárógátba beleépül egy vízszintszabályozó zsilip, aminek az a funkciója, hogy csak annyi vizet engedjen ki a tározóból, amennyit az alatta levő mederszakasz kiöntésmentesen le tud vezetni. A beruházás részeként megvalósul az Aranypatak mederrendezése, kikotorják az iszapot és megszüntetik a szűkületeket. Ezzel megelőzhetők a termőföldeket sújtó elöntések is, és lehetővé válik a csónakázó tó vízpótlása. A területszerzést és a régészeti feltárást követően 2018. februárjában kezdődhet meg a kivitelezés, az átadás várható időpontja 2019. júliusa lesz.